Egyébként nem segítség, mert mindegy. Mi a baj? Nem engeditek, hogy végig mondjam? Mi? Verekedni akartam? Lehet. Ja. Valahol egyszer messze Bukovinába egyszer egy nagy gazda ember meg a feleség. Nagyon gazdagok voltak ám, telve voltak a csürgyük, padlásuk, pénztárcában is volt pénz, arany, ezüst éppen elég. Együtt élt velük az egyik. A idősapja, meg volt egy gyermekecské. Éltek szépecské. Hát az öreg az már nagyon öreg volt. Rizgett a keze, kilocsolta a levest, összetörte a tányért. Haszna már nem volt semmire. Munkára nem tudták fogni. Egyszer azt mondja a nagy gazdember a feleségének, ej, ne figyelj te asszony! Hát itt van az én szegény öreg idősapám, ez már olyan öreg, rizeg a keze, kijönti a levest, összetöri a tányért, munkára nem lehet fogni. Igazából, mit kéne ebbe csinálni? Hát tudod mi? Kimegyünk a vásárra, osztott veszünk két pokrócot. Ezt a két pokrócot fölkössük szegény idősapám hátára, kivezessük a kapunkülyest, megmutatjuk neki az utat. Menjen, amerre akar. Nekünk már többet nem kell. Aztán, ha mégis este rátalálna sötétedni, az egyik pokrócot maga alá teríti, a másikat magára húzza, azért az Isten idege meg ne veszítse szegény. Na így is cselekedtek, fogták, elmentek a vásárba, vettek két pokrócot. Hazavittek. De bizony szégyelték a két pokrócot a szegény öreg hátára fölkötni. Mit tettek más? Szóltak a gyermeknek. Helyre figyelj te gyermek, mi elmegyünk ki a mezőre kaszálni, kapálni, és addig-addig mi kint vagyunk, itt van ez a két pokróc, ezt a két pokrócot kösd föl szegény öreg apát hátára, vezess ki a kapunkülyest, mutasd meg neki az utat, menjen amerre, akkor nekünk többet nem kell. El is mentek, fogták kaszát, kapát, kimentek a mezőre dolgozni. A gyermek úgy cselekedett, ahogy a szülei mondták. Fogta a pokrócot, de csak az egyiket, fölkötte szegény öreg ember hátára, kivezette a kapunkülyest, megmutatta neki az utat. Na hát, öreg apám, maga nekünk többet nem kell. Föl és alá, menjen, amerre akar. Az öreg nagy csírva meg is indult a hadikfalva felé vezető úton. Este felé megérkezik a nagy gazda ember. Kérdezi. Hát egy gyermek, öreg apád hon van? Hát most itt hon volna, úgy cselekedtem, ahogy kegyelmetek mondták. Köttem a pokrócot a hátára, vezettem a kapunkülyes. Mutattam az utat, arra tartott valahol, hadikfalva felé. Nagyon el volt keseredve. Jó, jó, mondja a nagy gazda ember, ezt jól cselekedted. Mert miért csak az egyik pokrócot kötted fel a hátára? Mondja erre a gyermek. Tudja, édesapám, gondoltam. Egyszer kell is megöregszik is. Akkor majd nekem nem kell pokrócot. Ja. Na, ez a pokrócos történet. Persze a történet még tovább folytatódik, a nagy gazda ember megijed, hogy milyen példát mutat, és ezt fogja utána visszakapni az utódaitól. Ezért lóra kap, elvágtak az öreg után, fölülteti a lóra, visszakönyörgi, ő maga gyalog vezeti vissza, és utána addig, amíg az öreg meg nem hal, megpróbálja megmutatni a fiának, hogy hogy kell bánni a saját édesapjával.